mondom, amit mi láttunk, egy fantasztikus, közönségszórakoztató, lüktető, sokgólos, sokhelyzetes meccset, semleges szurkolóként, semleges nézőként. Meséld el, hogy milyen ezt megélni a vesztes csapat kapitányaként. Én is így érzem, hogy ahogy te, jó iramú mérkőzés játszottunk. Elfáradt szerintem mindkét csapat, beletette mindenki apai, anyait. Sajnos ebből nem jöttünk jól, ezt terveztük, hogy magas pressinget gyakorlunk a Ferencvárosra. Tehát egy ilyen kvalitás csapat, ilyen jó csapat, ha rosszul védekezünk, ezt kihasználja. Ez így is lett első fél időben. Viszont még így is meg tudtuk ugye szerezni a vezetést, visszajöttünk 2-2-re, és szerintem a sorsdöntő pillanatban ők rúgták a harmadikat szünet előtt, ami talán el is döntötte a mérkőzést, talán a negyedik gól tényleg, mert a másik félidőre is úgy jöttünk ki, hogy még itt bármi lehet, sajnos nem így lett. Lezárult ezzel ugye egy 10 mérkőzéses veretlenségi sorozatotok. Ettől függetlenül azért a gólodnak tudsz örülni, mégiscsak Ferencvárosnak, amúgy sem jellemző rád, hogy rengeteg gólt rúgsz, nem is ez a feladatod, és mégiscsak a Ferencvárosnak találtál be. Így van, nagyon örülök neki, hiszen itthon már rúgtam neki gólt, de így a sérülésem után ez nagyon jól jött szerintem, mentálisan is, és mester már múltkor is kiemelte, hogy várta a gólt tőlem, hiszen több helyzetem is volt. Itt is volt több is, de talán azok még nagyobb helyzetek voltak, amiből gólt tudtam volna szerezni, de nagyon örülök természetesen a gólomnak. Igen, amit említettél, hogy a mester is kiemelt, ugye szókimondó, mindig megjegyzi egy játékosra kapcsolatban, amit gondol, ez ilyenkor pozitívan hat rátok egyébként? Akár most rád is, mert végül is egy héttel később gólt szereztél. Természetesen ezzel nincs semmi baj, tanulunk kell ugye a hibáinkból is egyénileg is, hogyha ha ő így látja, akkor ezen változtatnunk kell, és azt kell csinálnunk, amit ő mond. És most ugye egy olyan veretlen sorozat ért véget, ami pont a Ferencváros elleni mérkőzés után kezdődött. Most mi lesz, megpróbáltok építeni egy hasonló hosszút ismét? Természetesen ugye nem, ez egy olyan mérkőzés volt, hogy igazából lehetett volna 8-5 is, de természetesen nem játszottunk rosszul. Az első vereségünk is ugye a Ferencvárostól lett, hiszen, de ebben a bajnokságban nincs olyan csapat szerintem, akit nem tudunk legyőzni, úgyhogy minden héten így készülünk.